Mint erről az év folyamán többször beszámoltunk, jelentős fejlesztések zajlottak ebben az esztendőben is Nagymányokon. Az ipari park létrehozása és működtetése megnyugtató mértékben járul hozzá település gazdálkodásához, és kellő számban biztosít munka lehetőségeket is. Úgy gondolom, egy olyan hosszú távú jövőt tud biztosítani Nagymányoknak, ami úgy gondolom, hogy példaértékű. Az intézmények felújítása, tehát gyakorlatilag a jövő az azt jelenti, hogy intézmény felújításokkal szinte nem kell foglalkozni. Még van egy pár út felújítása, stb. De egy viszonylag jól kialakult intézményrendszerünk van, ami fizikailag is rendben van. Tehát a következő, mondjuk azt mondom, hogy 20-30 évben jelentősen nem kell a karbantartáson kívül nem kell rákölteni. Ez azért biztonságot ad a jövőre. Karbél a polgármester mégsem dőlhetett hátra. Azt hiszem, hogy a 16, illetve a 67 évből talán ez volt egyik legnehezebb. Én alapvetően optimista ember vagyok. De azért az idei év a bizonytalanságról, a félelemről, a kétségbeesésről, tehát sok mindenről szól, csak éppen nem a jó dolgokról. Mind a mellett, hogy azért még így is azt mondhatom, hogy viszonylag sikeres évet tudunk zárni, de a kétségek azok megvannak. A beruházások gyakorlatilag a tervek szerint alakultak, vagy fejeződtek be. Pótfinanszírozások, tehát mindenféle olyan probléma jött be, amit eddig nem is tapasztaltunk. Tehát ez úgy nagyjából rendben van, hanem inkább itt a félelem a mindennapoktól, nem csak az én félelem, az emberek félelem, ami nyilván lecsapódik, meg kérdeznek, próbálnak tanácsot adni, szorítanak, kitartást kívánnak, stb. De mégis ez egy olyan fajta teher, amit már nehezen viselünk. Nem lehet azt megtenni, nem állunk megbeszélgetni. Tehát az utcán, otthon, a hivatalban, ha jönnek olyan kérésekkel, ami régen nem is volt téma, akkor bizony lekerülni, és sokszor segít egy beszélgetés. Olyan feladatok kerülnek a polgármesteri munkába előtérbe, melyekre eddig nem volt példa, mondja Kalt Béla. Először tapasztaltam igazán a 13 évvel ezelőtti árvíznél, amikor egy ilyen kritikus helyzet van, de az csak napokig tartott, vagy mondjuk 3 hétig. A Covid az már egy hosszabb időszak volt, na ott is az elsődleges feladat a nyugalom fenntartása, tehát nem tudom másképp megfogalmazni, hogy tehát az idegesség és a feszültség az mindig fokozza, hatványosan fokozza a problémákat, tehát sokszor tényleg ilyen bagatell ügyekben is meg kell állni, és meg kell hallgatni, és el kell beszélgetni, és igen, ilyen szempontból megváltozott valóban. Igazából egyetlen egy feladat van, hogy a működőképességet és a nyugalmat fenntartson. Tehát más cél most én úgy gondolom nem lehet, és a félelmek még mindig benne maradnak. Azért a háborútól való félelem se indokolatlan, ha csak megnézzük a lengyel konfliktust. Tehát ez bármelyik nap bekövetkezhet Magyarországon is, és nem tudjuk a reakciót. Az épp eszű reakciót azt tudom, hogy mi lehet rá a reakció. De mindig épp eszűek vagyunk. Ha rendkívüli helyzet alakulna ki, akkor minden megváltozik, mondja a polgármester. Olyan ez, mint amikor betör az árvíz, és akkor nagyon fontos, hogy megfelelő hozzáállással megteremtsük és megtartsuk a nyugalmat. Erre is fel kell készülni a jövő esztendőben.